Szóval a föld tulajdonosa, a farmer kitakarított egy nagy adag hát fákat kivágott, meg területet kitisztított itt, ahol régi autókat tárolt. Közöttük olyan kincsek vannak, hogy mint például ez itt, nem tudom milyen autó volt valamikor, de most úgy néz ki ez is, mintha valami fajta, én nem tudom, apokalipszisből szabadult volna. Szóval a farmer kiszedte azt a fát, ami ott volt bedőlve az üvegházba. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert látszik, hogy egy csomó fény már bejön, nem? Tehát rengeteg fény. És mi a helyzet a növénykékkel? Kikelnek. Nem mondom, mutasd, mit van. Saláta. Te tényleg kibújtak, várjál csak. Aha. Ezek a salátáink? Azok a salátáink. Retek. Retek rizi. Hoho. Retek is kijött. Igen. És a borsó is kijött. És a borsó. Még nem látom mindenhol. Hát így látjuk, hogy itt jönnek. Tudu, 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 tudu.
Nagyon jó. Szuper. Ott is látszik, ott is egy sor végig, ami magasabban van. Hát igen, mert megjött a locsolás, amit vártunk. Igen. Ugye jön az ősz. Igen. Még meg kell néznem a többit. Az a spenót, ha jól emlékszem. Ja nem, várjál. Hát nem fűzök nagy reményt a fehér répa az mellett. De az is kijött, nézd meg! A fehér répa ott bújnak. Jó, ott bújnak ki. Igen, itt sajnos ezen a részen ez a probléma, a sok üvegszilánk. De amúgy valóban... majd mindjárt mutatok közelebbi felvételeket, hogy ezek bizony kibújtak. Oda volt bedőlve a fa. Igen. És szépen kiszedték. Nézd majd, nagyon jó. Hát még ez, még nem tartunk ott, hogy ezt a területet itt kitakarítsuk, és akkor lehessen ezt is fölásni. De ezen a részen a farmer ide gyűjtötte eredetileg az ilyen zöld hulladékot, szóval itt egy csomó komposzt van már, amit majd föl tudunk használni. Hát jó, hát itt még van dolog. Nem probléma. Ezt az ágat mindjárt levágjuk innen, mert rádől a répáinkra. Tök jó, szuper. Na, a mai napra többek között az egyik terv az volt, hogy van kettő rossz talicskánk, és a kettőből megpróbálunk egyet csinálni. Ugye ennek egy kicsit, hát a kereke az picit elengedte magát. És itt van a másik, aminek a kereke jó, de úgy általában vannak azért ilyen folytonossági hiányosságok. Szóval megpróbáljuk ezeket megjavítani, és a kettőből egyet csinálni. A javításhoz pedig elhoztam egy kis szerszámos ládát, amiben nagyon fontos eszközök vannak. Többek között azt mondják, hogy ha egy magyar ember külföldre megy, akkor ne felejtsen el magával piros aranyat vinni, mert az mindent megjavít. Ez egy ilyen fontos eszköz lesz a talicska javításnál. Minden megjavít. Az a lényeg, hogy vékonyan rá kell kenni a piros aranyat, és ez meg fogja javítani várhatóan. Nézzük a hatást. Oké, ez eddig nem segített, de akkor kipróbáljuk itt is, hogy ezzel a talicskával mit tud a piros aranyunk kezdeni. Azt hiszem, hogy csak nagyon vékonyan kell kenni. Most. Hát, ha... Nem. Akkor másik eszközt keresünk. Hát a piros arany nem segített, úgyhogy kölcsön kértünk egy talicskát. Ez tökéletes lesz.
az a baj, hogy az, ami a tetején van, azt tényleg nem érem el. Szóval itt hozunk valami létrát, vagy valami ilyesmi. De ezen az oldalon szerintem rosszabb a helyzet, sokkal sötétebb, meg a háló is ott van. Ha megnézed a két oldal között a különbséget, nem tudom, biztos, hogy kell az a háló oda? Ez továbbra is nagyon-nagyon elhagyatottnak néz ki. Az a terv, hogy megpróbáljuk ezt az üvegházat belülről egy kicsit kitakarítani, mert tényleg, mintha itt minden sarokból valami zombik bújnának elő. Ez zombi vagy. Elég sok mindent elpakoltunk innen. Meg azt a háló alatt, azt a zöldet leszettük. Innen elvittük a cserepeket, a kaspókat hátra. Szerintem ennyi, nem? Készen vagyunk mára? Ma is ügyesek voltunk. Menjünk haza.